Végre beszéltek a kedvenc mese univerzumomról, ami megdobogtatta a szívemet, és nem vagyok vele egyedül, mert rengeteg olvasónak még sikerült megdobogtatni a szívét a világ körül. Melyik mesevilágról van szó? Beatrix Potter mesevilágairól természetesen, hogy úgy tetszik a Nyúl Péter történetekről. Ami nem teljesen korrekt, mert nagyon sok meséje nem Nyúl Péteres, Nyúl Péter csak néhány mesében bukkan föl, mint karakter. Nem kötetek szólnak egyetlen szereplőről. Mégis ő lett a leghíresebb. Na de mit is kell tudni ezekről a könyvekről? Három dolgot szeretnék róluk elmondani az egész videó alatt, mert úgy érzem, hogy ezt a hármat érdemes tudnatok róla így, mint bemutató jelleggel. A legfontosabb az, hogy ezek magánkiadásban jelentek meg 1902-ben, tehát ez is egy olyan sztori, egy olyan sikersztori, ami sok elutasítással kezdődött, majd aztán végül valahogy sikerült kiadatni őket, és bestsellerekké váltak. Csodálatos. Az ilyen sztorikon mindig röhöghet nékem van, mert eszembe jut, hogy azok a kiadók, akik ezt elutasították, olyan hány szerkesztőt rúghattak ki utána. Hány embert fosztottak meg a munkájától, amiért egy ilyen csodálatos művet elutasított, hogy nem vette észre, hogy ebben mekkora lehetőségek lakoznak. Imádom az ilyen sztorikat, annyi lehet hagytuk rölegni. A legszebb öröm a károlyom. Második, és ez már a könyvhöz tartozik. A Beatrix Potter mesék állatmesék. Állatok a főszereplőik, és mindegyik mese azonos világban játszódik. A szereplők ritkábban azonosak, vannak visszatérő szereplők, de egyébként ez annyira nem jellemző. Viszont a világ azonos. Van még a kertben, valamelyik a erdőben, valamelyik a mezőn, valamelyik a városban, de ezek mind egy világban, egy világnak a részei. Viszont külön-külön is lehet őket olvasni, tehát nem kell mindegyiket egyben megvenni és elolvasni, de együtt adják ugye a nagy egész értetét. Beatrix Potter egyébként szakította a korábban jellemző, meg a mostanában is sajnos felbukkanó mízes, mázos, túlságosan is édes állatábrázolásokkal kapcsolatban. Az ő meséjének az illusztrálásait egyébként ő maga csinálta, ők ott hiteles állatok bukkannak föl. Hitelesen vannak megrajzolva az állatok, azon a különbség, hogy van rajtuk emberi ruha. Ennek a grafikának Beatrix Potter annó az úttörője volt, és az eredmény még így is valami elképesztően aranyos. Tehát azok a nyuszik azokban az ingekben, az valami zseniálisan néznek ki. De az összes többi állatra is vonatkozik, és ahogy arra tippelni lehet egyébként valamennyi állat, a brit társadalmi osztályok valamelyikét illusztrálja, hogy tetszik. Tehát felfelbukkanak jelentetesen brit karakterek a történetben, hiszen az egész sztori nagyon érezhető, hogy brit. Azon belül is inkább a vidékiesség hatja át. Beatrix Potter tájleírása ugyanis nagyon kedvesek, nagyon hangulatosak, és az egész sztorit áthatja az a fajta kellemes melankólia, ami a brit ifjúsági regényekből a jobbakra, a nyugodt környezetben írt történetekre úgy általánosságban jellemző. Például Agesztenyi a honalapító is ugyanezzel a hasonló stílussal operált, persze teljesen más a felépítése a kettőkönyvnek, hiszen ezek rövid mesék, a Agesztenye pedig egy több mint 400 oldalas könyv, de értitek a lényeget. Mindkettő nyugodt, békés hangulatot áraszt magából. Fáradt nap után ezért kifejezetten kellemes dolog olvasni őket. A harmadik dolog pedig, amit el szeretnék mondani, azok a negatívum. Ugyanis, maguk a mesék egyébként, hogy az ember egyben találja le őket, akkor kifejezetten fárasztóak. Ezek olyanok, hogy egy nap egy, vagy maximum kettőt érdemes olvasni, mert egy idő után ugye a sok rövid tör, és ez a novellákra is egyébként vonatkozik, a novella válogatásokra. Ha az ember sokat olvas egyszerre, akkor belefásul ilyen novellákba. És ez a mesékre is vonatkozik, tehát az egészet egyben nem érdemes ledarálni, csak külön-külön jól fogyasztani, mint a bort, apró kis kortyokkal inni, nem az egészet így egyben, akkor nincs értelme. Ezt szépen kortyolgatni kell. Meg kell adni a tiszteletet ezeknek a meséknek. És a másik probléma egyébként, hogy ez nem a eredeti kiadásokra, ezeket nem eredeti kiadásokat akarom ezzel hibáztatni, hanem a magyarokat. A General Press jó voltából
úgy, hogy eredetileg is megjelentek, tehát színes illusztrációkkal, külön füzetes formátumban már kaphatóak ezek a sztorik. De olyan magyar kiadásról, ami egyben az összes Nyúl Péter sztorit tartalmazza, én személy szerint egyről tudok, de az sem az összes. Az egy sok kötetet összegyűjt, sok mesét összeválogatott kiadás, még a 90-es években adták ki, viszont elképesztően igénytelen. A rajzokat egy magyar rajzolóval lekopíroztatták Beatrix Potter illusztrációiból, nem tudták az eredetieket megszerezni, és ezek fekete-fehérek is egyébként azok az illusztrációk, és a papír is WC papír, a politó meg valami kibaszonda. Úgyhogy elnézést kérek a szóhasználatért, de nincs szebb szó az arra, az arra az acsmány kinézetre, amit az a könyv kapott, tehát az nagyon nem jó. Viszont egy baj van. Ezt említettem, hogy ez a kiadás ugye nem teljes. Nos, a General Press-es kiadások se éppen teljesek. Legnagyobb szomorúságomra például kimaradtak belőlük a mondókák, ahol emlékszem, azok nem, azokat a magyar kiadások nem nagyon tartalmazták a mondókákat, illetve az összes mese nincs kiadva magyarul. Tehát még mindig vannak lefordítatlan mesék Beatrix Potter univerzumából. Sajnos. De ahogy említettem, hiába játszódnak egy világban, külön-külön is lehet olyat olvasni, ezért ez annyira nem én nagy érvágás, de persze a teljes élményt csak akkor adják, hogyha a szülő egy teljes, kötetes angol kiadást vásárol meg a gyermek számára, meg maga számára, leginkább maga számára, mert akkor az összes mesét el tudja olvasni. Szóval miatt tudom ajánlani ezeket a meséket, az atmoszférájuk, a stílusuk, úgy az egész, az illusztrációk, ugye mert adomnak egyetlen gyönyörűek azok az illusztrációk, nem bírom ki, hogy ne beszéljek azok az illusztrációkról egy csomót, mert gyönyörűek, nagyon hangulatosak, és azért is, mert ugye egy világban vannak elhelyezve, tehát egy szép, nagy egészet alkotnak. De nem szabad őket darálni, tehát nem szabad őket egymás után gyorsan végigolvasni, mert akkor megcsömörlik tőlük az ember. És a teljes élmény érdekében célszerű angol kiadást beszerezni és olvasni, mert azok tartalmazzák az összes Beatrix Potter mesét. Magyarul egy kiadásról tudok, ami megjelent úgy, hogy te adj egy ilyen nagyobb válogatás kötet, de az igénytelen, azt hagyjátok a francba, az nagyon ronda. Úgyhogy a General Press mese könyveit ajánlom akkor beszerzésre azokat a Beatrix Potter mese könyveket, amiket a General Press adott ki. Csak figyelembe kell venni, hogy azok sem teljes kiadások. Jövő héten ismét egy sötétebb történettel várok benneteket. Csak hogy ne unatkozzatok. Addig is, sziasztok és olvassatok sokat!